A Microsoft exkluzív versenyjátékára, a Forza Motorsportra az aktuális konzol megjelenése után 3 évet kellett várnunk, az alcím nélküli epizód pedig lényegében újraindítja a nagymúltú sorozatot. Az útkeresés már az előző epizódban is tetten érhető volt, de igazán komolyan vehető lépésekre a jelenlegi felvonással szánta rá magát a Turn 10 csapata. Lássuk, hogy sikerült az új Forza Motorsport! A Forza Motorsport rajongók az előző generációban el voltak kényeztetve, ha másért nem is, a két évente megjelenő számozott epizódok miatt biztosan. A legutolsó Motorsport epizódnak már 6 éve, azóta az Arcade a fesztivál hangulattal megfűszerezett Forza Horizon sorozatra helyeződött a hangsúly, szóval éppen ideje volt, hogy visszatérjünk a Motorsport által képviselt körversenyekre. 20 különböző futamon állhatunk rajtvonalhoz, amik közül 5 egyébként teljesen új, ám ezek mind versenypályák, városi környezetbe kivezető versenyeket, például Riót vagy Prágát hiába is keresnénk a felhozatalban. Ennek megfelelően a bőséges autorepertoáris változásokon esett át, hiszen a több mint 500 jármű között nem találunk SUV-ket és egyéb nem versenypályára való darabokat, sportkocsik, szupersportautók, túraautók és klasszikus versenygépek viszont annál nagyobb számban fordulnak elő. Ezeket pedig mind meg is hajthatjuk a játék megváltozott karriermódjában, amit építő kupája néven fut. Ebben több kategórián keresztül vezet végig minket a játék a különböző pályákon, autókon és taktikákon. A modern túra kategória olyan alkategóriákat foglal magába, mint a sportra tervezett verdák, ahol többek között az új Nissan Z vagy a Toyota Supra volánya mögé pattanvarulhatjuk a köröket. Ezekből a versenysorozatokból 5 darabot találunk, amik mind több versenyes alkategóriákra oszlanak, hosszú ideig elfoglaltságot biztosítva ezzel a játékosoknak. Sajnos egy idő után a kampány monotonná válik, az előző részek mókás versenyei kikerültek az új felvonásból, ami egyrészt nem baj, mivel erősen kilógnának az összképből, viszont ezeket semmilyen szinten nem pótolták. Hiába tér el az autók viselkedése, amit az alkatrészek cserélgetése mellett a teljesítmény beállításokkal babrálva még tovább módosíthatunk, ezek nem dobják fel annyira a futamokat. A fizika ismerős lesz az előző felvonásokból, maradt az egymáshoz és pályarészekhez tapadós vezetési élmény, de azért összességében sokat finomítottak a vezetési modell. Ellen. Szintén jó pont, hogy a gépi ellenfelek első ránézésre sokkal élettelibben viselkednek, előznek, kisodródnak, esetleg baleseteznek is, de összességében nehézségi szinttől függetlenül is elég bután tudnak viselkedni. Mániákusan ragaszkodnak a saját ívükhöz, akkor is, ha mi keresztezzük azt, emiatt pedig jó pár kellemetlen pillanat vár a versenyzőkre. Szerencsére a járgányunk nem fog rommá menni ettől, mert bár van könnyed törésmodell, de inkább csak kopásokra, karcolásokra, illetve a kaszni kisebb sérüléseire korlátozódik a dolog. Igaz, ezek legalább látványosak. Jótól tanulni nem bűn, szokták mondani, a Turn 10 csapata pedig az új irányvonalat egyértelműen a konkurens Gran Turismo sorozat mentén jelölte ki. Erre a megváltozott autó és pályafelhozatal mellett a megújult több játékos rész a legékesebb példa. A tesztidőszak alatt csak limitált idejű versenyek álltak rendelkezésünkre, ahol a készítők kiporolhatták a gatyánkat, de már itt átfogó képet kaptunk a játékmód újdonságairól. Profilunk már magába foglal egy biztonsági értékelést, aminek skálája F-től S-ig terjed. A játék monitorozza, hogy mennyire tisztán játszunk, hogyan bánunk ellenfeleinkkel, és a pálya határait milyen mértékben tartjuk tiszteletben. Emellett pedig egy ügyességi pontszámot is kapunk, ami 1-től 5000-ig tartó skálán dinamikusan változhat a versenyeken elért eredményeink függvényében. Az értékeket figyelembe véve párosít minket össze játékosokkal a Forza Motorsport, így kisebb eséllyel futhatunk össze a többi játékos életét lögdösödéssel megkeserítő trollokkal, ami az előző részek meghatározó problémája volt. A többi játékos versenyeken csak egy kötelezően teljesítendő kvalifikációs sorozat leküzdése után vehetünk részt, ami alatt mindkét érték mentén értékel minket a játék. Fontos változás, hogy már nem ugorhatunk fejest bármikor egy adott meccsbe, a versenyek időponthoz vannak kötve, amikre regisztrálnunk kell. Ezt követően van lehetőségünk szabad edzésre, majd időmérő futamra, ahol versenypozíciónk dől el. Az előző részek hopper futamai itt már Open Events néven működnek, és indulhatunk spec eseményeken is. Ez utóbbi speciális autókkal és kondíciók mentén rotálódó versenyeket jelent, amik az Open Eventekkel együtt hetente változnak. A különleges specifikációkkal rendelkező futamokhoz való nevezéshez az alkatrészeket természetesen versenyek teljesítésével nyithatjuk fel, és azt kell, hogy mondjuk, a Motorsport bőkezően szórja a krediteket, főleg ha rendelkezünk VIP passzel, szóval nem torkolik idegesítő grindba az alkatrészek utáni hajsza.
A benzinfogyasztás újdonságként tűnik fel a sorozatban, de megmaradt a változó összetételű gumikeverékek használata, és természetesen a box utcába történő kiállás is. Egyelőre nem éreztük azt a technikai mélységet, ami a riválisnál ezen mechanikák miatt jelen van, de az irány minden esetre jó. A több játékos rész a próbakör alapján stabil, már a grafika minőségéből jócskán visszavesz ezeken a játék. Értelemszerűen a fix időpontos versenyek miatt a meccs végi szavazások eltűntek, ahogy a Spectator mód is, a gép által irányított ellenfeleket pedig épp úgy hiába keressük, mint az osztott képernyős funkciót. Ellenben van lehetőségünk privát meccsek indítására. Ami a játék látványát illeti, a fejlesztők által beharangozott teljes körű ray tracing támogatás nem volt mellébeszélés. Részletes autó- és pályamodelleket kapunk, dinamikusan változó időjárást és lenyűgöző napszakváltozásokat. A látvány lehengerlően fest megfelelően erős konfiguráción. Ami azért combos, hiszen mi egy AMD Ryzen 7 5800X processzoron 32 GB RAM-mal és Nvidia 2070 szuperkártyával teszteltük a játékot NVMe SSD-re telepítve, mind a 120 GB-ját, de a maximális grafikai beállításokat csak a képfrissítési érték drasztikus csökkenése árán tudtuk megcsodálni. 1440p felbontásban viszont közepesnél magasabb beállítások mellett is stabilan hozta a játék a 70-80 körüli FPS-t. Bár a PC-s verzió nem kapott HDRI támogatást, ahogy G-Sync opciót sem, cserébe viszont van lehetőség látómező állításra, ami annak fényében kifejezetten hasznos, hogy nincs semmilyen jelző a körülöttünk száguldozó ellenfelekre, ugyanis az előző rész nyilait száműzték, így sokkal inkább a tükrökre kell hagyatkoznunk. Bugokkal ritkán találkoztunk, azok is könnyen javítható apróságok voltak, legyen az a visszajátszásban nem mutatott ABS, vagy a ködös pályán feltűnő tej, amit a visszapillantóban látunk. Van, ami viszont csak kisebb mértékben változott. Az irányítás ismerős lesz az előző felvonásokból, megmaradt a jellegzetes kanyarba ejtés technikája, de az autók mozgása érezhetően kevésbé árkád, viszont még így is inkább ahhoz áll közelebb az élmény, sem mint a szimulátorhoz. Kontrollerrel tökéletesen irányítható, de meglepő mód már a különböző kormányokkal is egészen korrekt élményt kapunk. Ezekből rengeteget támogat a játék, és nagyon részletesen személyre is szabhatjuk az élményt. Mi egy Thrustmaster T248-al ültünk le a játék elé, tapasztalataink szerint pedig a köridőt tekintve abszolút egyensúlyban van a kontrolleres irányítással. A force feedback opciókkal viszont érdemes kísérletezni, mert a gyári beállítások nem adják vissza a kellő hatást. Az élmény nem kiemelkedő, de egészen jól működik, főleg egy olyan játékszériához képest, ahol még a hivatalos versenyeken is a kontrollert preferálják. Kötöttebb irány és az apróbb változások nagyon jól állnak a Forza Motorsportnak, de talán túl sokat áldozott fel az identitásából. A látvány gyönyörű, az autók és pályák részletgazdagok, ilyen téren érezhető a minőség preferálása a mennyiség felett, de a sorozatra jellemző stílusjegyeket nem pótolták újakkal. Az előző részekhez képest jó irányba indult el a sorozat, de a Gran Turismo megoldásaihoz nagyon hasonló változtatások kevésbé érződnek kiforrottnak, mint ahogyan a PlayStation versenyjátékában láthattuk. Az viszont örömteli, hogy a Forza Motorsport 7-ből kikerült lootboxokkal itt már nem is próbálkoztak a fejlesztők, csak a játékban megszerzett kreditekből tudunk gazdálkodni, ahogy az is, hogy magyar nyelvi beállítási lehetőséget is találunk a játékban. Szimulátornak véletlenül sem neveznénk, de a zsánerrel ismerkedőknek, na meg a Game Pass előfizetéssel rendelkezőknek kényelmes és minőségi választás lehet a Forza Motorsport, ugyanakkor a sorozat veteránjainak sem lesz csalódás, mivel minden gyengesége ellenére is magával ragadó alkotás.